Szép estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőinket! Önök augusztus 30-án kedd este a Tatai Körzeti Televízió napi híradóját láthatják. Tartsanak velünk mai adásunkban is! Bányagépet fogadhattak örökbe az érdeklődők Tatabányán. Német Nemzetiségi Egyesületek adtak műsort Várgesztesen. Káposzta, kolbász és krumplis pogácsa sváb ételek kóstolása környén. Ismét népszerű volt a pillangós pincészet a Bai Boros programom. Negyedik alkalommal vendégeskedett Tatán Alsó és Felső Galla. A bányásznapot megelőzően már hagyománnyá vált a tatabányai bányászat és ipariskanzan életében a Fogadj örökbe egy bányagépet elnevezésű kezdeményezés. A program célja a múzeumi tárgyak állagának megóvása, tisztítása és időnkénti karbantartása volt. Ezt az ecsetformát nézzék meg, hogy kell ezt az ecsetet fogni. Szorgosan tisztogatják a bányászati és ipariskanzán területén található gépeket az önkéntesek, a Fogadj örökbe egy bányagépet elnevezésű kezdeményezés részeként. A hagyományos bányásznapot megelőző rendezvény alkalmával a gépek tulajdonosai évente egyszer tisztítják meg, és ezzel tartják karban a múzeum műtárgyait. Ez egy viszonylag friss hagyomány. Az Országos Magyar Bányász Kohász Egylet tatabányi csoportja fordult hozzá még 2014-ben, hogy állatkertben már működő Fogadj örökbe egy állatot mintájára, hogy itt az emberek egy bányagépet vennének kvázi örökbe, nem viszik el a múzeumba, de vállalják azt, hogy időnként ránéznek, felújítják, megtisztítják. Mi akkor lelkesen igen mondtunk, és ez azóta működik minden évben augusztus végén. Meghirdetjük ezt a napot, és akkor jönnek. Részint azok, akik már fogadtak örökbe, gondozzák az örökbe fogott jószágot, és hát mindig vannak újak is. 20-30 fő minden évben össze, és van, volt már, mikor 50-en voltak, mikor nyüzsgött az egész. A bányásznap egyfajta felvezetésévé vált, felkészülési nappá vált a bányásznap a gyakorlatilag, hiszen pár nap múlva rövidesint a bányásznap is. Kapcsolódik ugye a tematikájában a tatabányai bányászat legfőbb hagyományőrző helyszíne, az a Tatabányai Múzeum szabadtéri és ipari skanzánja volt 15-ös akna. És minden, ami itt történik, rész a tatabányi bányászhagyom megőrzésének. Sokan barátokkal vagy családdal együtt érkeznek az eseményre, de civil szervezetek is gyakran vesznek részt a programon. Vannak, akik már visszatérő vendégei a skanzennek ezen a napon. A statisztikák szerint a múzeum gépparkjának körülbelül 60%-át fogadták már örökbe a kezdeményezésnek köszönhetően. Ezt nagyon jónak tartjuk. Minden évben van egy ilyen, a bányásznap előtti hétvégén egy ilyen karbantartás és lehetőség, mert itt a szabadtéri múzeumnak a gépei, azok itt kin vannak, jobb hiány más helyen nem tudok, vagy más helyen nincsen, és hát az a fontos, hogy a időjárási viszonyokat megfelelően hát ellensúlyozzuk a különböző karbantartásokkal, a lefestés, a gépeknek a lefestésével, és már mi ezt hát már jó pár éve csináljuk rendszeresen járunk vissza. A 72. bányásznapra ezúton is várják sok szeretettel az érdeklődőket, szeptember 3-án szombaton reggel 10 órától. Várgesztes életében kiemelt helyet kap a hagyományok ápolása, éltetése és továbbadása a fiatalabb generációnak. A faluházban megszervezett kulturális nap alkalmából a környező települések nemzetiségi tánccsoportjainak és dalköröneinek képviselője is ismertették tradícióikat a vendégeknek. Közel 10 éves hagyománya van már a várgesztesi dalos találkozónak, amelyet a Német Nemzetiségi Önkormányzat a Kultúr Egyesülettel karöltve szervezett meg augusztus utolsó hétvégéjén. Az eseményre a környező települések hagyományőrző tánccsoportjainak és dalköreinek tagjai is ellátogattak. Minden évben augusztusban rendezünk egy ilyen úgynevezett dalos találkozót, ebből az apróból van ma is ez a kis műsorunk. Csoportok érkeztek Nyergesújfalról, Etyekről, Vértessomlóról, Szárról, és a helyi várgesztesi tánccsoport és a helyi dalkör, tehát ez a 6 csoport fog ma itt kis műsort adni. Korábban augusztus 20-án volt, de mindig probléma volt a csoportoknál is, hogy otthon is rendezvény van, nem tudnak eljönni, meg ugye a nyár vége miatt is, hogy
és ezért most ebbe az évbe áttettük egy héttel későbbre, és most hát mindjárt első hívásra jöttek is a csoportok. A várgesztesi német nemzetiségi felnőtt tánccsoport tagjai már hagyományosan aktív résztvevői és fellépői a településen megrendezett kulturális programoknak. A gyerekeket már óvodáskorban oktatják táncolni, így belőlük nőnek ki a későbbi felnőtt tánccsoport tagjai is. Körülbelül 20. alkalommal, mert közel 20 éves az együttes, és hát a produkcióink ma inkább közönséget felvidító két tánc volt, az egyik eredeti, a Sassé Polkának az egyik nagyon régi alapja volt beleépítve a táncba különböző formációkkal, és a másik tánc az pedig egy németországi gyűjtésből állítottam össze, annak a neve pedig, hát végül is egy bajor tánc, Borisel, amit a németek nagyon-nagyon szeretnek. Várgesztes nagyon nagy hangsúlyt fektet a hagyományok ápolására, így a zenei és a tánc hagyományokra is, meg az énekre is. A felnőtt tánccsoport 7 párral működik, és a gyermekek pedig, hát az óvoda szinte teljes létszámmal, és a kisiskolások is 7-8 párral. Az esemény célja a személyes találkozási, beszélgetési és barátkozási volt, de ezek mellett egymás művészetének és a tradícióinak megismerésére is nagy hangsúlyt fektettek. A közösség és tájházban folytatódtak a megemlékező programok környén a kitelepítés 75. évfordulója alkalmából. A rendezvény részeként tradicionális vábételek kóstolására nyílt lehetőség az érdeklődőknek, valamint kulturális műsorok és egy harmonikás is szórakoztatta a közönséget. Nemzetiségi és kultúrcsoportok műsoraival kezdődött a megemlékezés. A környei kitelepített családok 75. évfordulójának alkalmából a közösségi és tájház udvarán megrendezett eseményen. A helyi német nemzetiségi önkormányzat a kerek évforduló tiszteletére egy 3 napos programsorozattal készült az érdeklődőknek. Ugye a mai nap során elsőként fellépett a Szomódi német nemzetiségi dalkör, ezt követte a várgesztesi tánckar, ők egy nagyon színvonalas előadást mutattak nekünk, tehát tényleg azt mondom, a fiúk végig táncoltak legalább 10 percet itt ebben nagy melegben. Majd ezt zárja a német nemzetiségi dalkör környe, ezt követi pedig a Balaskó István és zenekara, ők harmonikázni fognak, és egy visszavarázsolják igazából a régi életet ide. A régi sváb hagyományokat és gasztronómiát megidézve, a műsorokat követően dinsztelt kolbászt, káposztát, krumplis pogácsát és különböző tradicionális édes ételeket kóstolhattak a látogatók. Reggel óta megy a sütés-főzés itt a tájházba és a tájház udvarán, ugyanis egy sváb káposztával készültünk az ide látogatóknak, illetve dinsztelt kolbászt készítettünk el kétféle módon, egy paradicsomosat és egy vörösborosat. Itt ugye ennek is nagyon sok verziója van, ugye családok válogatják, hogy hogy készítik el, borral, paradicsomlével, vagy esetleg ecettel. Nagypapám mondaná, akinek volt jó bor, a borral készítette, akinek ecetes volt a bor, az ecettel. Ezen kívül a szorgos kezű asszonyok nekünk már sütöttek reggel szájmesmilt. Ez egy szikkadt zsemle, egy kis tejbe megáztatva és palacsinta tésztába beforgatva. Lekvárral, illetve porcukorral szokták ezt tálalni. De csináltak olyat is az asszonyok, amit megtöltöttek dióval és mágtöltelékkel. Ezen kívül krumplis pogácsát készítettek fiatal hölgyek, valamint kvircedlit készítettünk még. Hát reméljük, hogy nagyon sok örömüket lelik ezekben az ide látogatók. A 3 napos rendezvénysorozatot a kitelepítési emlékműnél történő keresztáldás zárja majd. A nyár végéhez közeledve még egy alkalommal szervezte meg a nyitott pincék programját a baji szőlőtermelők közössége. A rendezvényhez immáron 9 birtok csatlakozott, akik a legnépszerűbb tételek bemutatása mellett helyszínbejárással várták vendégeiket.
A kocintásnál kellemesen csilingeltek a pillangós emblémával díszített boros poharak augusztus utolsó hétvégéjén Bajon. A településen már közel egy évtizedes hagyománya van a nyitott pincék sorozatnak, amely kezdeményezés részeként a boros gazdák saját birtokukon látják vendégül az érdeklődőket. Az eseményeken a jó hangulat és a finom tételek mellett a résztvevőknek egy helyszínbejárásra is lehetőségük nyílik, ezzel is erősítve a termelők és a fogyasztók közötti kapcsolatot. Először is a célja az volt, hogy minél inkább megismertessük a környékbeli lakókkal, hogy a Baji hegybe valamikor is és mai napig is nagyon finom borok készülnek. Általában azt mondhatom, hogy egy hagyományos bor készül itt a hegybe, de vannak, akik az új technológiát is próbálják bevezetni. Maga a nyitott pince az mintegy évtizede működik, ketten kezdtük el, szépen csatlakoztak hozzánk a többiek, apránként mindig több és több lehetőség nyílt arra, hogy más is árusíthassa a borát, és így most már 9-en vagyunk a hegybe. Én azt szeretném még megérni, hogyha legalább lennénk 15-en. Az már akkor egy olyan közösség lenne, aminek még nagyobb ereje lenne arra, hogy a környékbeli, ma divatos szóval élve a helyi termékeket is jobban megismertessük, és megszerettessük a valóban értékes és finom borokat. A programhoz csatlakozó borászatok nem a versengést tartják szem előtt az események napján. A pincészetek között ugyanis egy olyan összetartó közösség alakult ki, akiket egy cél vezére, népszerűsíteni Baj kiváló borait. Elsősorban arra kell számítani, hogy minden pincében más élményt fog kapni. Az egyikben a kert lesz hangsúlyosabb, a másikban a pince lesz a hangsúlyosabb, a harmadik önmagát tudja jobban adni, de mindegyik pincénél örömmel és nagyon nagy szeretettel várják a vendégeket, és senki ne gondolja, hogy ennek olyan nagy anyagi háttere van. Itt sokkal nagyobb az élményadási vágy, hogy egy jó, kellemes délután töltsön el, az legyen egy nyitott pince, vagy egy előre bejelentkezett csoport, egy születésnap, egy valamilyen családi alkalom, amikor együtt vannak, vagy csak egy jó társaság, vagy egy betérő biciklis csoport, akiknek nagyon örülünk, mert egyre többen vannak, a jó kis bicikliút, a bringások, azok nagyon aranyosak és jókedvű emberek, és reméljük, hogy ezekből a lehetőségekből számunkra is egyre több lesz, és egyre ismertebb lesz a Baji bor. Helyi közösségeket, kulturális csoportokat, művészeket, de még jellegzetes gasztronómiai fogásokat is felvonultattak azok a települések, akik a Tatai Német Nemzetiségi Múzeum kezdeményezéséhez csatlakoznak. A vendégségben a múzeumban sorozat idén-nyáron alsó és felső gallasváb tradícióit mutatja be. Egy sváb különlegességet, a kvircedlit is elhozták legutóbbi vendégeskedésük alkalmával az alsó és felső gallai közösségek a Nepomucénusz malomba. A jellegzetes sütemény receptje nemzedékről nemzedékre öröklődött a helyi sváb közösségekben. Egy tipikusan ünnepi sütemény volt. Ezt jellemzően karácsonykor és esküvőre készítették a svábok. Tulajdonképpen ezt szárítani kell egy éjszakát, ezt a süteményt, és utána megsütni, és ez egy jó kemény sütemény lesz, amit aztán borba vagy borlevesbe szoktak mártogatni. Természetesen a gyerekek azért nem annyira, de a felnőttek előszeretettel. Nem csak az enni és inni valóról gondoskodtak a vendégek, hanem a műsorról is. A felsőgallai német nemzetiségi dalkör például 4 évvel ezelőtt ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját. Az énekkarunkról a legutóbbi időben lehetett hallani elég sok mindent, mégpedig egyesületek lettünk, tehát mint egyesület most már pályázhatunk jobbra-balra, egy kicsikét megalapozottabb lesz a pénzügyi helyzetünk. Ez egyik újdonság, a másik, meg az, hogy fölkerültünk a Komárom-Esztergom megyei értéktárba. A tatabányai közösségek a Tatai Német Nemzetiségi Múzeum meghívására látogattak el,
el, ezúttal már negyedik alkalommal a városba. Ezeknek a találkozásoknak a legfontosabb célja az, hogy a környékbeli német nemzetiségi települések bemutatkozhassanak. A Covid egy kicsit visszadobta ezt az egész lelkesedést, de úgy gondolom kezdünk újra felállni. A nyár az mindig nehézkes, mert bezárnak a művelődési házak, de szeptembertől a szürettel újra belendül az év, és kezdődik a próbák hada és a fellépések sora. Úgy érzem, hogy jól sikerültek ezek az alkalmak, és máskor is bátran bemerem majd vállalni. A Tatai Múzeum kezdeményezésének köszönhetően az idei programokkal együtt már 10 település tradícióit ismerhette meg jobban a nagy közönség. Kecskét község képviselő testületének döntése alapján az önkormányzat beiskolázási támogatást ad a helyi általános iskoláskorú gyermekeknek, valamint a nappali tagozaton továbbtanuló diákoknak az első diplomával bezárólag. A szülők kérelmüket az általános iskolákban kapott nyomtatványon nyújthatják be szeptember 15-éig. További információ a település honlapján olvasható. Az oroszlányi 72. bányász és a 30. villamos napok sok szeretettel vár minden kedves érdeklődőt szeptember 2. és 4. között a Bányászati Múzeumban. A 3 napot átívelő rendezvény alkalmával csilletoló és főzőverseny, koncertek, kulturális programok és gyermekprogramok is várják az érdeklődőket. Az esemény ingyenesen látogatható. Következzenek kedvesti híreink még egyszer, röviden. Bányagépet fogadhattak örökbe az érdeklődők Tatabányán. Német nemzetiségi egyesületek adtak műsort Várgesztesen. Káposzta, kolbász és krumplis pogácsa sváb ételek kóstolása környén. Ismét népszerű volt a pillangós pincészet a Bai Boros programon. 4. alkalommal vendégeskedett Tatán alsó és felső galla. Munkatársaim nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Önök augusztus 30-án kedd este a Tatai Körzeti Televízió napi híradóját láthatták. Tartsanak velünk a folytatásban is, friss hírekkel pedig legközelebb holnap este jelentkezünk. Én további szép estét kívánok önöknek, vigyázzanak magukra és egymásra is. A viszontlátásra!